Július 24-én pusztító vihar söpört végig Vásárosnaményon. Mint ismert, több lakóház mellett a város általános iskolájában is jelentős, közel 50-60 millió forintos kár keletkezett. Megrongálódott az intézmény tetőszerkezete, valamint a 2005-ben felújított tornaterem is kárt szenvedett. A biztosító felmérte az épületben keletkezett veszteség mértékét a nyár folyamán. A hivatalos kárjelentés után kezdődhet meg a felújítás, várhatóan augusztus végén. Az épület tetejét kell helyreállítani, továbbá a felső szint teljesen elázott. 5 tantermünket érintett ez a káresemény, tehát 5 tantermünk ment tönkre a viharban, 5 osztályt kell elhelyeznünk most ideiglenesen máshol. Az iskola területén, illetve a szemben lévő művelődési központban bérelünk 2 helyiséget. Itt az iskolával szemben lévő művelődési központban 3 termet használnak majd a diákok és a tanárok, amíg vissza nem költözhetnek, tájékoztatott a polgármester. Jeleztük a Viszmajor keretterhére is azt, hogy milyen kár érte a városunkat, illetve mivel ugye saját intézményünkről van szó, de a fenntartói jelenleg nem mi vagyunk, hanem a Klik, így a Klik biztosításnak a terhére történik meg majd a felújítás. Ez folyamatban van, tehát még nem látjuk azt az összeget, amelyből majd úgymond újjá kell, hogy építsük ezt a rendszert. A gyerekek, a szülők és a tanárok is rugalmasan alkalmazkodnak a kialakult helyzethez. A pedagógusok pedig felkészültek a jövő héten kezdődő tanévre. A tantárgy felosztást és az órarendet rendben elkészítették. A Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskolában 700 gyerek kezdi el a 2015-16-os tanévet.